Sok szeretettel köszöntöm a leendő észásokat, vagy az azokat, akik érdeklődnek az éneked Magad Szabad programá iránt. Éneked magad szabaddá program iránt, de ez is egy jó kis játék volt, és itt van velem. Néhány észás hallgató, éneked magad szabad hallgató. Tornyai Bianka, aki már nem először jár hozzám tanulni. Szia Bibi, hogy vagy? Sziasztok, Szia! Be. Jól vagyok, köszönöm. Kicsit izgatottan, de jól vagyok. Uh -huh. Mi az, amit mesélnél az észás a leendő beiratkozóknak arról, hogy miért érdemes jönni, mi az, ami veled történt, egy ilyen észa előtti, észa utáni állapotot, ha festesz nekünk, azt nagyon megköszönjük. Bármi, ami eszedbe jut. Észa előtti állapot, én onnan indultam, hogy egy bántalmazó kapcsolatban voltam, amiből aztán kiléptem, elváltam, költöztem, többször is egymás után, és hát nem voltam nagyon jó paszban. Hmm. És beiratkoztam még előtte az egy évvel ezelőtti énekes kurzusra, és az annyira jó volt, ez egy hates kurzus volt, <kül> hogy utána, mikor megtudtam, hogy lesz egy ilyen, akkor úgy, úgy nem volt nagyon kérdés, hogy, hogy akkor folytatom, mert hogy úgy éreztem, hogy ezt nem lehet csak így abba hagyni, hogy itt még kell, hogy legyen valami folytatás. És mondjuk igen eleinte azért volt bennem, voltak bennem kérdések, hogy Pont akkor veszítettem el az egyik, szóval a mellékállásomat, egy bevételi forrásomat, úgyhogy egy kicsit ezen izgultam, hogy ezzel mi lesz, de végül is erre is mindig kaptunk megoldást, úgyhogy ez nem, ez nem jelentett gondot többet. És úgy az év során rájöttem, hogy tényleg sokszor, sokszor, sokszor többet ad, mint amennyi a pénz maga. És most azt érzem, hogy természetesen azt a ö, módot választottam, a, ami a, ki, amiben kihívások is vannak, és Igen. úgy is tudtam, hogy nem fogom győzni, de nem baj, azért azt választottam. Nem is nagyon győzöm, de most úgy, úgy gondolom, hogy ez olyan hatalmas mennyiségű anyag, tanulnivaló nem csak a dalok, hanem az elméleti részek is, hogy még ezzel egy pár évig szerintem el leszek, hogyha minden évben újra tudom kezdeni, és biztos vagyok benne, hogy lesz mit tanulni még akár három-négy év múlva is. Úgyhogy nagyjából így, most ugye az is, az is benne van a kérdésben, hogy hol tartok most, vagy hogy mit adott az észa. Az évelején, még amikor elkezdtem, akkor megállapította a lányom, hogy milyen sokat mosolygok, hogy ezt így elő, először ők vették észre, így a családom, és aztán úgy fokozatosan úgy föltűnt, hogy, hogy milyen hogy mennyire megváltozott az, ahogy hozzám mások szólnak, vagy ahogy velem mások viselkednek, hogy másképp reagálnak, mint az előtt. És hogy nekem azért régebben ez is gondot szokott okozni, hogy oda menjek valakihez bemutatkozni, vagy így beszélgetést kezdjek valakivel, csak úgy ilyen kis small talk-szerűségeket. Én így inkább mindig félrehúzottam a sarokba, és most ez ilyen természetes, hogy oda megyek, nyújtom a kezem, megmondom, hogy ki vagyok, miért jöttem, mit akarok. <laughs> én, és ha jobban megy a dal, tehát... Kell. <laughs> igen, és hogyha, ja, és, és, igen, arra a kérdésre a válasz, hogy aki, jön, aki gondolkodik ezen, hogy jönne, hogy szóval én is így mondogatom az ismerőseimnek, hogy, hogy mit, mit csinálok, meg hogy milyen kurzusra járok, és általában az szokott lenni a reakció, hogy á, de hát én nem tudok énekelni, meg, meg én nem akarok énekes lenni, és hát én sem akarok énekes lenni, és mindig ezt mondom másoknak, hogy ez nem ez igazából nem is egy énekes kurzus, persze az is, de sokkal inkább ilyen önismereti kurzus, meg, meg tehát, hogy aki nem akar énekelni, annak is nagyon-nagyon sokat tud adni. Igen. Most egy pillanatra megállítalak pont, Hallottunk előbb is példát, kommunikációs példát, meg te is mondtad, hogy szmoltok kicsit csetelni. Oda megyek, elmondom, ki vagyok, és kezdek egy témát, mintha mi sem lenne, természetesen, pedig korábban visszahúzódó voltál. Szóval hogy ez a fajta meg hogy mosolyogsz. Ez a fajta autentikusság, meg ahogy a hangot szól, ez elsőre nem kötöt, kötnénk össze, de a hanggal való munkán keresztül ez megjön. És ugye mindig csinálunk valamit, tehát nem csak turkálunk a mélybe, hanem azt valamibe átgyúrjuk, átcsatornázunk azonnal egy ába, vagy egy hanggyakorlatba, vagy egy dalba, vagy egy hangicsálós, egészen furcsa gyakorlatba. Tehát mindig van, történik valami azzal, ami ott bent megjelenik testérzetként, azonnal valami gyakorlat lesz. Bibi, szeretném neked megköszönni, még, még nyugodtan oszd meg dolgokat, csak annyira jó, hogy mondod az elején az ellenállásokat, hogy hogy lesz pénz, hogy lesz idő. De én nem akarok, én, én se dalt akarok írni, vagy hogy mondod, hogy az ismerőseid, de én nem akarok Énekes lenni. Ha énekes program lenne csak, akkor az lenne a neve, hogy énekeljél jobban. P program, pajabával, ami mellesleg történik, de nem ez a fő cél, hanem uh -huh. hogy a hangodást és a dalokat arra használjuk, hogy ezt a szabadságélményt növeljük, ami persze összefügg azzal a fajta erővisszavétellel, amiről Biuska te is itt beszélsz. Hogy egyszerűen vagyok, aki vagyok, és megszólalok a saját hangomon, és odarépek, és mondom. Van még valami, ami, van esetleg olyan specifikus gyakorlat, vagy olyan része a programnak, ami nagyon megindított téged, nagyon begyújtott valamit, be, belobbant valamit, vagy végig... Azt hiszem, hogy az érzelmi kötélpálya, az volt olyan nagyon emlékezetes, meg meghatározó, amikor azt csináltam, és, és azért vannak hát ezek a meditációk. Mm. Hogy is hívták azt a amikor ilyen mindenféle szerepbe kellett lemennünk. a... Igen, igen, igen. Például az is nagyon jó volt. Hát pont két, a két olyan maggyakorlatot emeltél ki, ezek ilyen furcsa nevek elsőre, aki kívülről hallja, hogy auditív lélekvadászat, meg érzelmi kötélpálya, mindkettő hanggal dolgozik, de valahol az érzelmi kötélpálya arról szól, hogy a hangadás mindig kapcsolatot jelent, az auditív lélekvadászat, meg különböző karaktereket, a, a személyiségünk úgymond széleiről szélsőséges részről behozunk, ordítunk, meg csecsemők vagyunk, és még mindenféle izgalmat csinálunk. Igen, ez egy két olyan dolog, dolog, amit kiemeltél, ami ha megcsináljuk, akkor transformál. És még a kályhatső az, amit, amit, nagyon gyakran észreveszem, vagy hát próbálom így a mindennapokban gyakorolni, vagy, vagy hát így emlékeztetni magam rá, hogy ez milyen jó, és hogy bármikor használni. Igen, a kájhecső, amikor a, a arról, szól, arról, van szó, hogy a hangunk a testünkből jön, és belül van egy kájhecső, amiből ez a hang kijön, és ez tök jó, hogy idehoztad, és ahogy így emlegetjük ezeket a neveket, ami nekünk ugye természetes, hiszen minimum minden hétfőn van kájhecső, vagy érzelmi kötélpálya negyed évente, vagy néha auditív lélek van eszed, de ezt így kívülről el tudom képzelni, hogy nagyon furcsán szólhat, és egy picit azt is azt is én is szeretnék nektek hálát kifejezni, Bius, neked is, hiszen te kis csoportban is tanultál nálam, meg aztán most az éves programban is, hogy végül is összeállt egy rendszer, ami a hangadásról, a vizualizációról és energiamunkáról is szól, meg önismeretről, tehát egy egészen komplex rendszer, de én se tudtam, amíg nem kezdtem el nektek tanítani, és tulajdonképpen ez így veletek érlelődött. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. És, és tudom, hogy én egy bombasztikus tanár vagyok, és sokat adok, és ez amíg én tanítok a világban valaha az így is lesz, de az anyag a tiétek, tudtok hozzá visszatérni. Tényleg nagy falat, nagyon sok dal van benne, egy-egy dal mögött van húsz évnyi gyakorlás, de nem kell megtanulni viszont lehet. Úgyhogy ez tök jó, hogy ki kiemelt is, hogy még így uh -huh. vissza fogsz hozzátérni. Bármit még a leendő esetleg szeretném mondani. Még amit észrevettem magamon, hogy. Hogy egyre inkább nem érdekel, hogy mit illik és mit nem illik csinálni, hanem azt csinálom, ami nekem jól esik, és hogy értékelem azt, ami, ami van, vagy amit én úgy gondolok, hogy az nekem érték de ez néha, néha, úgy érzem, hogy talán már átmegy ilyen flagmaságba is, hogy, hogy, elmegyek egy helyre, és mondjuk például tegnap is egy bálban voltam, és aztán hazajöttem, mert úgy gondoltam, hogy én nem akarok egy ilyen zajos helyen lenni, ahol, ahol egy ócska zenekar játszott. És hogy... A igen, és hogy hát meg kellett jelennem, úgyhogy megjelentem, de aztán haza is jöttem. Ez milyen szép példa, amit hozol, hogy egyszerűen követem a saját impulzusomat. Miért? Uh -huh. Mert van egy belső hang, amit hallok. Hogy nekem nem jó, ha egy zenekar játszik egy bálban. Ó, Biuskám, ne tud meg, hány ilyen bálból léptem. Pont egy pár, pár napja volt egy ott állok, próbálok táncolni, és megkérdezem magamtól, hogy mit akarok én? Na, ezt nem. Úgyhogy én hazamegyek, hogy ez tök jó, hogy hoztad ezt a példát. Nagyon-nagyon uh -huh. ja, köszönjük, a Bianca. És egyébként én szintén abban a szerencsés helyzetben vagyok Biankával kapcsolatban is, hogy bár emlegettük, hogy nem egy énekes program, de Vius gyönyörűen énekelsz. Isten királynő, annyira megörvendeztetsz, és a dalaid, amiket írtál, ugye egyet már ismerek jól, és a következőnek a születése fölött most bábáskodom, dom vagy dunk közösen, nagyon megtisztelő, hogy itt vagy, és köszönöm a bizalmadat, meg a kitartástodat. Nagyon-nagyon-nagyon imádom, hogy itt vagytok, és vagy. Köszönöm szépen. Vagytok a felvidéki libáim, ugye, a libácskáim? Ja. Köszönöm. Hát én köszönöm. Én köszönöm. Nagyon-nagyon jó. Köszi. Köszönöm.